Éjszaka fokozatosan terjeszkedik a köd, mely reggelre nagy területet borít be. Csapadék nem várható, helyenként szitálás előfordulhat. A déli-délnyugati szélben a hőmérséklet 0 és 8 fok között alakul. Kedden a réteg felhőzet zsugorodik, északnyugatról délkelet felé pedig egy front vastagabb felhőzónája vonul át. A borult párás részeken szitálhat, néhol kisebb eső, zápor is lehet. A délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között tetőzik. Zalában hajnalban 3 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. Párás, ködös lesz a reggel. Délután egy hideg front hoz felhős, borongós időt. Estétől elszórtan számíthatunk esőre, záporra. 7-9 fokra van kilátás. A folytatásban. Szerdán többfelé képződik pára köd, ami a délelőtt során feloszlik. Ezután már sok napsütésre készülhetünk. A déli szél gyenge, mérsékelt lesz, 9-11 fokot mérhetünk. Csütörtökön hideg front érkezik sok felhővel. Délután hosszabb, rövidebb napos időszakok is jöhetnek. Elszórtan kisebb eső, zápor várható. Az élénk erős délnyugati szél nyugatira fordul, 8-11 fok valószínű.